hanem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli támogatója a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt, az ön prémium irodája. Rugalmasan, testre szabva. Szép napot kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin. Október 30-a van, péntek, és 4:10 múlt pár perccel otthoni stúdiójában Kántor Endre. A rádióban pedig Gede Balázs. És 0630 2010909 SMS, WhatsApp és Viber szám. Ezt kérdezi a kedves hallgató, mi az Balázs, leért a szenya? Ezt nem tudom, mire lehet, hogy ahhoz, hogy magamhoz tértem, igen, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, Robi hallgatónak, hogy megdobott egy sonkás sajtos croissant-na. Éppen jókor, az utolsó pillanatban jött. Aztán nem disznó, csak sün. Endre. A sündisznó. Ez neked jött. Nincs sündisznó, és nincs teknős béka, sincs. Hát ez figyelj, sündisznó, és kész. Igen, valószínű, hogy az a röfögő hang, amit olyan aranyosak nekem, a kertbe keresztül kasul, olyan sündisznó élet van nálam, hogy imádom őket. Na, hát akkor szerintem jöhet, aminek ilyenkor jönnie kell, ne is húzzuk az időt, mert éppen áll egy vonatállomáson a mester, és megijesztett vele, hogy rossz lesz a térerő, mert a vonaton még nem volt annyira jó. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air, a Millás reggeli utazási rovata következik. Na hát kérem szépen, ahogy azt beharangoztuk, el muchos rizikos este non normales, de ilyen Mallorca személyesen, vagy Ács Gábor a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hát jót mulattam, mikor megláttam énekével adján ezt a titulust ott a magam mellett a adásmenetben, úgyhogy köszönöm szépen Endrének, szerintem ő követte el, úgyhogy... Hát és ha még... Köszönöm el, Gábor, mert meg kell, hogy kérdezzem a nagy plénum előtt is, hogy ezt mégis hogy gondolod? És ez így most hogy? Igen. Tehát... Mármint hogy mit? Azt, hogy az ember az őszi szünetben elmegy egy járványmentes szigetre pihenni. De hol a probléma? Én azt nem értem. Hát elmondom neked, hogy a Financial Times tegnapi cikkét mindenki átvette, a legfrissebb kutatások szerint Spanyolországból származik egy új mutációja a koronavírusnak, ami brutálisan terjed, és mindenki a spanyol desztinációkról vitte haza. 80%-a az Egyesült Királyságbeli eseteknek innen származik. Aha. Értem. És nekem ehhez mi közön van? Azt nem értem. Ja, hogy te nem ott vagy? Nem. Egyrészt nem Spanyolország, másrészt egy... Mi betartunk szerintem minden óvintézkedést, minden eszközzel megpróbáljuk elkerülni természetesen, hogy mi is elkapjuk a vírust, és összességében elmentünk egy olyan szigetre, ahol nulla a fertőzöttség, teljes biztonságban lehetünk, de ez azért is van egyébként, mert hogy... belépés csak tesztel a reptéren, ennek az infrastruktúráját profén kialakították, és ezzel az egész ez így tök jól működik. Sokkal nehezebb volt magát az odautazási infrastruktúráját azt elintézni, illetve hogy a folyamatosan megszűnő járatok mellett ez megvalósható-e, tehát nekem némi tapasztalatom ebben van, úgyhogy ezt is meg tudtam ugrani. Úgyhogy igazából ennyi történt. Szóval Madeirán voltunk, nem Spanyolországban, és ez a sziget most Európában igazából, hát tényleg mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen különálló rész, egyáltalán nincsen. Napi egy-két esetet találnak, meg még néhányat pont a reptéren, akik vinnék be, a behúzolják, tehát ők egyből fönnak adnak. Tehát lényegében teljesen vírusmentes a sziget, és ennyi. És sikerült megoldani a problémát. Úgyhogy legalábbis mi úgy gondoltuk, hogy... Mire értés, nyilván számodik, hogy azt hittem, hogy Mallorcán vagy. Nem. De nem a jogány, nem, mert a fertőzött részre nem mentünk volna. Tehát igazából megnéztem, hogy van-e olyan, ami megfelel az összes feltételnek, el lehet oda menni könnyen, működnek a járatok, teljesen tiszta járvány szempontból,
És az, hogy még emellett biztonságban érezhetjük magunkat, mert hogy tesztelnek a belépéskor, az nálam abszolút egy pozitív üzenet volt, úgyhogy hát meg ismerjük, az is fontos volt, hogy ismerjük, mert Madeira az egyik kedvenc szigetem, tehát amikor csináltunk egy ilyen örök toplistát itt a műsorban, akkor ott volt a legjobbak között, nagyon-nagyon szeretem. Ismertük a szállást, ismertünk mindent, tehát lényegében, mintha hazamentünk volna, olyan volt, úgyhogy ebből kifolyólag vállaltuk be, hogy akkor, és igazából tényleg már inkább az volt a rossz érzés, hogy a szeretteink itthon, látjuk a számokat, látjuk, hogy igazából botrányos, amilyen számok jönnek, és hogy milyen a helyzet. Mi meg ülünk a teraszon, egy teljesen biztonságos hely, ahol egyébként ennek ellenére, vagy éppen ezért sokkal jobban betartják a szabályokat, mint itthon. Tehát a nulla fertőzöttségű Madeirán mindenki hordja a maszkot, mindenki, mindenhol, még utcán is sokan, holott ott az még nem kötelező, szóval tök érdekes, és vannak ott is, és összességében szigorúbb szabályok is vannak. Most már nem, hogy az éttermeket szigorítják nálunk is, de eddig nagyjából szigorúbb szabályok voltak úgy nulla fertőzöttség mellett, mert hogy megóvják egymást. Mindent tudnak, tehát ha van egy-két fertőzött, akkor pillanatok alatt lekövetik az összes járványutat, tehát ők még ebben a stádiumban vannak. Hát nem véletlenül sokan mennek oda. Egyébként csak egy átkanyarodjak tovább, a Kanári-szigetek, ami majd még ilyen lehet, ott azért van sok fertőzött, csak ugye Spanyolország is egy jó dilemma, hogyha már a spanyol dolog fölmerült. Ők azon küzdenek, hogy leválasztják magukat Spanyolországba, és úgy tűnik egyébként, hogy sikerülhet is nekik, mert nagyon szépen mennek lefele a számok, elérték ezt a bizonyos szintet, hogy lekerültek a tiltólistájukról a németeknek is, a hollandoknak is, az angolokról is. A légitársaságok egyből beraktak egy csomó járatot, ugye eddig folyamatosan a megszűnésekről volt szó, törlésekről, ott elindultak új járatok, egy csomó országból hirtelen berakták, mert ugrásszerűen nőttek a foglalások, és a Kanári-szigetek közül most már a két nagyváros, ami még fertőzött, azon kívül igazából tök jól állnak, és a kis szigetek ott is szinte nullások, és a nagy-nagy dilemmát azt most döntötték el, és ezek ma fognak szavazni róla, hogy hogyan őrizzék meg. Ott valamiért a reptér nem volt hajlandó a tesztelésbe vállalni, a reptereken nem, a szállodák környékén akartak mobil tesztelőhelyeket, az sem működött, ezért ezt azt találták ki, az lesz a rendszer, hogy a kereskedelmi szálláshelyekre csak negatív tesztel lehet bemenni, és ezt a turistának kell vinnie és fizetnie. Ami nagy változás, hogy nem csak a PCR-t fogadják el, hanem az antigén tesztet is, ami mondjuk, ha a magyar árakat nézzük, akkor a magyar hatósági ár az ugye a 19.500 forint, amúgy olyan 100 euró, 80-100 euró között mozog európai szinten. Az antigén az jóval olcsóbb, az már van ilyen 40-50 euróért is, sőt még olcsóbban is. Most már ilyen 20-30-ért is Európában ilyen helyen, és a magyar magánszolgáltatóknál is ez a 13.000 forint, amit láttam, hogy van. Tehát igazából ennyi plusz költséggel. Ez ahhoz a verzióhoz képest, amit mi is csináltunk, hogy oda megyünk, vigyázunk magunkra, indulás előtt szigetelődünk el, hogy nehogy véletlenül fertőzöttek legyünk, és ott kiderüljön, és megbukjunk a tesztben, annyival jobb, hogy már indulás előtt itthon meg tudod csináltatni. És igazából ennyi pluszköltsége van az útnak, hogyha menni akarsz, hogy az antigén tesztet kell csinálni. Erről van most nagy vita, egyébként ezt csinálják a szlovákok, ezzel tesztelik le az egész országot, mert ez csak az aktív fertőzés mutatja ki, és mondjuk bizonyos célokra nem alkalmas, de arra, hogy éppen akkor fertőző státuszban vagy-e, arra igen, úgyhogy a orvosokkal, kutatókkal való hosszú-hosszú egyeztetés után bevállalták azt, hogy az olcsóbb, sokkal többek számára elérhető, de még egy kicsit bizonytalanabb tesztet fogják követelményként a beutazáshoz a Kanári-szigeteken megfogalmazni. És megkapták egyébként Spanyolországgal szembe is, hát a Spanyolországtól is a mentességet, egy csomó korlátozás, ami bent Spanyolországban érvényes, a szigeteken nem. Úgyhogy most mindent megtesznek azért, hogy a tél ez úgy tudjon elmúlni, hogy mondjuk a turizmus az nem a töredékére esik vissza, hanem csak a nem tudom, csak a harmadára, negyedik, így is durva visszaesés lesz, de azért néhány tízezer turista valószínűleg így azért oda el fog tudni jutni. Na most elindult a vonat, úgyhogy lehet, hogy majd... Akkor még gyorsan annyit még, mert ez egy hallgatói kérdés, hogy hogy bírtad ki maszkban a hosszú repülőutat? Van ez az STP maszk, vagy nem tudom milyen. Az első, amíg a hagyományos maszkot próbáltam, az egy idő után már annyira tépi a fülemet, mert ott dobok benne a szívem, hogy ez tényleg bosszantó, az nehezen lehet. Ennél ugye még visszafele, még amikor átszállás volt, és ugye ki sem mentünk a reptérről, viszont néhány órát vártunk Lisszabonba, akkor ott se lehetett levenni. Hát ott végül is majdnem volt egy fél nap, nem, majdnem egy teljes napon keresztül maszkban kellett lenni. Úgyhogy
De ez az FFP, vagy nem is tudom, ez a... FFP talán, kettes FFP, meg hármas. Igen. Ez jobb is és kényelmesebb is, hogy ebbe el vagyok rengeteget, sőt, még a szemüveg sem párásodik annyira, tehát azon még elvileg még olvasni is lehet szemüvegbe is. Úgyhogy ezt hozzászoktam, és ez működik, tehát ezzel nem volt problémám, úgyhogy ez már így működik. Azt kérdezik, milyen útvonalon repültél Madeirára? Hát igen, mondjuk ez egy speciális szerencse, illetve egy szabad jegy kellett mondhatni, mert hogy megtartottam a tavaszról, egy csomó járatunkat törölték, és az EasyJet volt olyan szíves, lényegében szabad jegyé konvertálni a törölt járatokat, úgyis amikor már elmúlt az időpontjuk, és akkor az egyik ilyet váltottam be egy Berlin-Madeira útra, és akkor ezt napon belül kényelmesen abszolválni lehetett. Egyébként de a járat is meg fog szűnni, most már ezt se fogja repülni az Easy, úgyhogy Madeirára. Hát magyar indulással lényegében a lisszaboni átszállása jó, vagy itt a Bécsből, vagy Bécsbe érkezve működik. Onnan megmaradt a portói járat is, tehát Portón vagy Lisszabonban átszállva lehet megoldani. Egyre kevesebb nap van, ahol meg lehet csinálni, mert hogy még a madeirai járatot is ritkítja az EasyJet. Brutális ritkítások vannak novemberre, tehát már nem egy naponta Lisszabonból ki, sőt heti 3-ra visszamegy, de össze lehet még illeszteni. Hát most az őszi szünet környékén most még elég sok járat volt, most még viszonylag könnyen meg lehetett csinálni, de november lesz ebből majd a halál. De egyébként tényleg mindenkinek ajánlom, mert szenzációs, szép, egészen egyszerűen fantasztikus hangulata van, teljesen biztonságos, kiváló idő van, teszt. Ingyen van a teszt egyébként, ez csak úgy mellékes, ezt ők bevállalták, hogy ennyit megtesznek a turistákért, hogy menjenek erre a biztonságos és tök jó helyre. Tehát igazából tényleg, ha ez egy maradt, ami szóba jöhetett, ha ez nem lett volna ilyen, vagy mondjuk itt is nagyobb lett volna a fertőzöttség, akkor valószínűleg nem mentünk volna sehova, azért ez fontos, hogy hozzáférjen. Tehát igazából a mi követelményeinknek ez felelt meg így. A repülőtől mindenütt kevesen voltak odafel az Easy járaton, volt nagyjából fél, hát kicsit több. Távolságtartás mindenhol meg volt, emberek nagyon jól betartják egyébként ott is. Érdekes volt, mert repülőtéren széthúzták a beszállítást, egy nagyon-nagyon hosszú kigyózó sorra mindenki tartotta. Szóval igazából csak jó tapasztalataink voltak. Csak akkor még ide vigyeztem gyorsan a végére, hogy Budapesten is nagyon durva törlések lesznek még. A Wizz Air eddig 8 útvonala volt, és most már abból is töröl. Londonban heti 2 marad már, csak péntek és vasárnap, tehát ez egészen elképesztő, a napi 5-ből heti 2-re szinte nem lesz forgalom, már Londonban is szinte alig. Megszűnik a berlini útvonala is a Wizz Airnek a következő hetekben, Milánó is megszűnik, úgyhogy 5 útvonal marad összesen, és egészen december elejéig, közepéig ezek kiesnek, és majd csak a karácsonyi szezonra indulnak újra. Tehát most jön az abszolút durva mélypont, már ami a járatokat illeti. Oké, hát köszönjük a bejelentkezést. Hallgató kérdezi, hogy akkor most 10 napig otthonról? Hát... Vagy ez hogy van most? Hát igen, miután nem lettünk. Kérdezte szerintem. De nem egyébként... Ugye önkéntesen, mert hogy nem lettünk ellenőrizve, úgyhogy innentől önkéntessé vált a dolog. Ezt a házitról kérdezte egyébként, és hogy megengedtük-e neked mindezt? Ez volt egyébként. Meg. Hát ugye a beosztás úgy készült, hogy én otthonról vagyok jövő héten, tehát erre készültünk. Tehát lesnét így nem kapunk, mert hogy nem volt ellenőrzés, ahol mi átjöttünk a határon, úgyhogy de tartjuk. Oké. Na, köszi a bejelentkezést, akkor minden jót. Na, jó. Azt, van, oké. Hallunk majd jövő héten, akkor ezek szerint távból. Oké, szép napot, szevasz. Oké, köszi, ciao. Na, hát Ács Gábor jelentkezett be nekünk.